A farsangi rendezvényen híres előadókkal, zenészekkel találkozhattak a résztvevők. A központ dolgozói jelmezbe bújva örvendeztették meg egymást és az otthon lakóit. A szépkorúak minden esztendőben nagyon várják ezt a téli programot, sokat készülnek is rá. Nagyon jól éreztem magam, reggeltől itt vagyunk, és nagyon jó volt, színvonalas volt, úgyhogy nagyon köszönjük a mindenkinek ezt a sok fáradozást, amit csináltak itt az ünnepét, meg minden. Csináljuk a fesztivált végül is. Igen, nagyon jó volt, nagyon jól érezzük magunkat. Sok szeretettel jövünk ide, nagyon várom minden nap. Hétvégén otthon vagyok, de szívesen jövök, és mindenkit arra bíztatok, hogy csak jöjjön. Nagyon tetszett, és nagyon szépen köszönöm a főnököknek, hogy ilyen szépen megszervezték, és nagyon jól érzem itt magam. Több mint egy éve vagyok itt, de mindig ér valami meglepetés, mindig valahol elvisznek szórakozni, fagyizni, fürödni, mindenhova elvisznek minket, és nagyon jól érzem magam. Egyedül nem szeretnék otthon lenni. Itt jó, mindenkinek ajánlom, aki egyedül van, hogy jöjjön ide, nem marad egyedül, nem unatkozik. A gondozási központ intézményvezetője azt mondja, igyekeznek minden alkalommal olyan programokat rendezni, amiken minden hozzájuk járó szépkorú jól érezheti magát. Minden évben februárban rendezzük meg a farsangi bálunkat, mindig kötődünk a február 7-éhez. Évek óta ezen a napon történik, mert az egyik kollégánknak ma van a születésnapja, és egyben őt is szeretettel köszöntjük ezen a napon. Fontos, hogy megtartsuk ezeket a rendezvényeket, hiszen nem csak a telet szeretnénk elűzni, hanem egy kicsit felvidítani az időseinket, a klubtagjainkat. Hónapokig készülünk erre a rendezvényre, hogy egy olyan műsort tudjunk az idősek elé állítani, ami megnevetteti őket, és mi is jól érezzük magunkat ebben a szerepkörben. Az idén egy kicsit másképp történt, hiszen van sztár fellépőnk, Gányi Patrik személyében, aki elvállalta, hogy itt az intézményben az időseknek egy kicsit trombitál, egy kicsit énekel, és így legalább egy kicsit külső szemmel nézheti a mi tevékenységünket. Arra volt még szükség, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a rendezvényre, ezért sztár vendégeket hívtunk, akik mi magunk leszünk a sztár vendégek, és a Csináljuk a Fesztivált műsort próbáljuk idehozni a mi időseink számára. Megérkezik Zoltán Erika, Bangó Margit, illetve majd a Korda Gyuri bácsi is, hogy egy kicsit együtt búcsúztassuk el a telet. Amit még tudni kell erről a rendezvényről, hogy házi ízekkel készültünk még az időseknek, házi szendvicsekkel, az Étrend Kft. Jóvoltából az összes fánkot ők bocsátották a rendelkezésünkre. Étellel, itallal várjuk a mulatozni vágyó időseinket. Az eseményeken rendszeresen részt vesz Bonyhárt polgármestere is. A gondozási központ a Völgységi Önkormányzatok Társulásának az intézménye, és a társulás elnökeként természetesen, mint házigazda is, minden programukra szívesen jövök, ide az idősek klubjába, ahol most is hallható, hogy milyen fergeteges hangulat van. Általában ezzel kezdik a kollégák az évet, a sok-sok színes programmal a farsang időszak az, ami a legizgalmasabbak egyike, hiszen mindig nagyon jó hangulatban telik, és nagyon sokat készülnek az idősek is rá, és a központ dolgozói is. Nagyon örülök annak, hogy idén ez ismét megvalósulhatott, és hogy újra meg tudták rendezni. Minden évben nagyon sok színes program gazdagítja az idősek otthonában is, és itt a klubban is a rendezvényeket, a programokat. Ennek lehetünk most is részesei. A farsangi mulatságot szendvicsezéssel és hosszantartó beszélgetésekkel zárták a szépkorúak.